Jó reggelt, izomvadászok, és üdvözlő videóban. A mai kérdés arról szól, hogy az előre dőlt váll ellen mit tehetünk, csak gyorsan úton az edzőterembe még jöttünk egy edzés előtti sütiért és kávéért. Kávé. Pont akartam mondani, ne hagyd a tetén. Szóval előre esett vállak, rossz tartás. Kezdjük ezt a témát egy teszttel. Biztos vagyok benne, hogy érezni fogsz valamit, fordíts fel a fejed, és egy picit oldalra. Itt biztos vagyok benne, hogy érzel most egy húzódást. Miért van ez? Azért, mert manapság szinte mindenkinek ez az izom, ami igazából tud egészen idáig nyúlni, nem kapja meg ezt a pozíciót, sőt, inkább a nagyon összehúzódott pozíciót kapja, mert sokat telefonozunk, sokat mondjuk ülünk, és általában inkább egy ilyen megrövidült állapotban van. Most az izomzatunknak van egy szép funkciója, ő igazodik ahhoz, amit rendszeresen kap. Hogyha rendszeresen egy összehúzódott állapotot kap, akkor azt is fogja bevenni, hogyha nem dolgozunk ellene. Ezért szép ez a funkció, mert hogyha rendszeresen dolgozunk egy izmon, akkor viszont azt is fogja követni. Ezért szoktam mondani, hogy az edzéssel irányt mutatunk az izomnak. Mutatjuk, hogy mit szeretnénk, és ő követ minket. Visszatérünk az előre esett vállhoz, vagy a rossz tartáshoz, akkor itt megint csak azt kell nézni, hogy mi az izom funkció, miért lehet ez. Sok ülésnél például általában a karunk magunk előtt van, a mellizom az az izom, amelyik előre hozza a kart. Hogyan? Azzal, hogy a mellizom összehúzódik. Ez az egyetlen funkciója az izomnak, az izom csak összehúzódik. És ebben az esetben, hogyha a mellizom összehúzódik, akkor hozza magam elé a karomat. Hogyha túl sokat van ebben a pozícióban a karom, akkor a mellizom egy idő után azt fogja gondolni, hogy ez az új természetes állapota, és ezt fogja bevenni, hogyha nem dolgozok ellene. Tehát igazából arról van szó, hogy az izületeinket mindig az izmok mozgatják. Most általában legalább kettő izom kell ahhoz, hogy ez lehetséges legyen. Ebben az esetben, a váll esetében a mellizom az, ami előre hozza, és a hátizom az, ami hátra hozza. Tehát van egy agonista, meg egy antagonista. A kettőt érdemes balanszban tartani, tehát egyensúlyban tartani. Hogyha az nincs meg, akkor ez hosszú távon problémákat, akár fájdalmakat hoz magával, mint például ebben az esetben. Lehet, hogy ilyen alapból már a tartásod, lehet, hogy még nincs fájdalmad, majd jön, hogyha nem teszel ellene, ezért jó, hogy most forgatjuk ezt a videót. Hogyan tegyünk ellene? Az első opció az, hogy szerintem kézenfekvő, a mellizmunkat kinyújtjuk. Tehát rendszeresen mutatjuk neki, hogy figyú, nem csak ezt tudod, nem csak erre vagy képes, te egészen erre vagy képes. Ez lehet, hogy az elején fájdalmas lesz őt nyújtani, de szükségünk van rá. A másik opció, vagy igazából mind az ötöt meg kell csinálni, hogyha azt akarod, hogy jó legyen. A második lépés az, hogy a hátsó izomzatot erősíted. Ez már a múltkori edzőterem bemutató videóban mutattam ezt a gépet, ezért is mondtam, hogy nagyon fontos megerősíteni a hátsó vállrészt. Tehát ez például a tartásnak egy nagyon jó mozdulat. Hogyha van az edzőtermedben egy ilyen gép, akkor szuper, használd rendszeresen. Szerintem ez egy olyan mozdulat, ami manapság mindenkinek jót tenne. Hogyha nem éppen edzőterembe jársz, akkor nyilván lehet ezt máshogy is megoldani. Mondanám, hogy gumiszalag nélkül, akár csak maga ezzel a mozdulattal, de ez egy kicsit egyszerű lesz. Körölközővel talán. Én gumiszalagot javaslok, azért az nem egy drága dolog, és simán lehet otthonra beszerezni. Egy ilyen gumiszalagot, vagy valóban beakasztod, és akkor tudod szépen egyenesen állva csinálni, vagy azt csinálod, hogy középen ráállsz, kihúzod magad egyenes háttal, és így felemelgeted a karod. Ez szépen a felső hátsó láncodat fogja erősíteni. Még jobb, hogyha keresztbe veszed a gumiszalagot, akkor még hosszabb utat is kell megtennie. Általában próbáljuk mindig az egész teljes mozgás tartományt, teljes range of motion-t megadni az izomnak, akkor lesz hosszú távon egészséges. Tehát, hogyha most keresztbe veszem, akkor itt lentről már kap feszültséget ez az izom, és egészen fel tudom hozni. Ez egy nagyon jó mozdulat neki. Ami szintén nagyon jó, az egy, vagy igazából az összes evező mozdulat, ezt is most a gumiszalaggal mutatom be. Lényeg, hogy szépen előre tud engedni a karod, a vállad, úgyhogy szinte nyúlik a hátizmod, és a nyújtásból hátra húzod. Könyököt magad mögé húzod, összehúzod közben a lapockát, előre menet viszont szépen
nyújtásba vissza. Így, ezt nyilván gumiszalaggal tudod csinálni. Csináltam már sok videómban egy törölközővel is. Egyszerűen törölközőt fogod válszíleségben, szét próbálod tépni, és közben köldök fele húzod, vagy nyilván edzőteremben, evezőgépen. Hát ezek ilyen mozdulatok, ami nagyon jó. Hátsó, felső izomzatot erősíteni, mellizmot kinyújtani. Akkor viszont ugye az izületnél nem csak az izomzat van, vannak a szalagok, a mély izomzat. Ezeknek is érdemes megmutatni, hogy nem csak erre képesek, hanem több mozdulatot megmutatni neki. A legjobb tényleg az, hogyha minden izomnak, ami rajtunk van, rendszeresen mutatjuk, hogy mit tud, vagy mit kéne tudnia. Most az, hogy a válladat mobilizált, hogy a szalagoknak szépen megmutass, hogy ők mire képesek, keres egy falat, ami lehetőleg nem túl hideg, felteszed a kezed, nekitolod a fejed, álladat szépen behúzod, és a karodat feltolod, úgyhogy a könyök is neki van préselve a falnak. Így próbálod szépen mélyre lehozni, és a fejed fölé feltolni. Ez lehet, hogy furán néz ki, meg lehet, hogy mindjárt leverem ezt a képkeretet, de szerintem értitek a lényeget. Aztán a négyes pont a rotátorok. Megint csak gumiszalaghoz fogok térni, akkor is, hogyha edzőteremben jársz. Igazából ez egy dolog, amit mindenkinek javaslok karedzés vagy felsőtest edzés elején, hogy minden ilyen rotációs mozdulatot gumiszalaggal az elején. Tehát ez a része a bemelegítésnek, ez minden edzés elején benne kéne, hogy legyen, hogy a vállizület rendszeresen megkapja ezeket. Könyököd magadhoz szorítod, gumiszalag váll magasságon van kifeszítve, és akkor úgy, hogy a könyököt itt tartod, szépen próbálod kiforgatni oldalra a kezed, ez az egyik mozdulat. A másik az, hogy a könyököt vállmagasságra hozod, ott tartod, és innentől már csak a kezed mozog így felfele. Ez a kettő rotációs mozdulat nagyon jó a válladnak, és hogyha még akarsz adni egy pluszt, akkor amit épp a fal előtt csináltunk, itt is csinálod, tartod hátul itt a feszültséget, és még felfele tolod, miközben felfele tolod, próbálod egy kicsit hátrafele is tolni. És akkor az ötös pont az, hogy talán benne is volt a kérdésben, hogy tartás hiba. Tehát itt egy dologról van szó, amit lehetne jobban csinálni, de valamiért nem tesszük. Igazából ez a mindennapokban benne van, hogy rendszeresen a telefonunkat nézzük, általában a telefont nem így nézzük, hogy itt nyúljon, hanem általában valahol itt lent nézzük a telefont, és ez az izom összehúzódik, ez is belejátszik a tartás problémákba. Meg nyilván az, hogy sokat ülünk, általában a kezünkkel magunk előtt, ezek mind olyan dolgok, és akkor még rájön az, hogy általában nem így szépen kihúzott állapotban ülünk, hanem inkább ilyen összeesetten. Miért? Azért, mert ezekben a dolgokban nagyon egyszerű belemélyedni. Hát a telefonban is nagyon könnyen bele lehet mélyedni, akár valaki órán keresztül csak bámulja, és valamikor rájön, hogy basszus, hol voltam, és ilyenkor nagyon könnyű megfeledkezni magadról. Tehát igazából az ötös pont az, hogy gyakorold a tudatosságot. Ezt lehetne kezdeni azzal mondjuk, hogy a fő ellenségünket, a legjobb barátunkká tesszük, és a telefonunkba beállítunk egy emlékeztetőt, hogy húzd ki magad. Nem tudom, óránként jelezzen neked, hogy húzd ki magad, hogyha még az elején nem bírsz eléggé magadtól gondolni erre. Aztán a másik az, hogy szerintem egy tudatos életmódhoz nagyon nagy segítség tud lenni a meditáció, esetleg ezt is próbáld ki. Szerintem teljesen másképp megy át az ember az életén, hogyha rendszeresen meditál, mert egyszerűen tudatosabb lesz. Tehát nem csak úgy élsz, pöröksz, hanem jobban magadba térsz vissza, és tudatosabban éled le az egész életed, és akkor sokkal jobban is tudsz figyelni rosszabb szokásaidra és jobb szokásokra. Ez így az utolsó tipp. És akkor meg válaszoltam remélhetőleg jól a mai kérdést. Megint írjatok kommenteket a videó alá, kérdéseket. Leglájkoltabb lesz holnap megválaszolva. Találkozunk ott. Köszi, hogy itt voltál. Na, csáll!